Immár 9. alkalommal rendeztek kiállítást a Sirályát képző és iparművészeti kör tagjainak alkotásaiból a Fonyódi Múzeumban. A mai tárlatunk közös megegyezés alapján a Balaton volt a témánk, tehát mindenki igyekezett balatoni témájú képeket hozni. A mostani tavaszi tárlat 13 tag képeit és kiállítási tárgyait jeleníti meg. 11-en az aktív tagok és sajnos a két elhunyt tagunk, aki a Szomorúné Tóth Piroska és a Papes Gábor, ők ketten is, és szerettük volna megtisztelni az emléküket azzal, hogy a főfalon az ő alkotásaik szerepelnek. A művészeti csoport tárlatával egy időben a Fonyód várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítás is megnyitásra került. A régi és egész új, alig pár napos fényképek hangulatához Fodor András Fonyód ünnepére című verse segített közelebb kerülni, melyet Stammler Ábel előadásában hallgathatott meg a közönség. Fodor András Fonyód ünnepére, amikor várossá nyilvánították. Ahogy a festő mondta odaátról, játszik a párák távlataival a két fonyódi piramis. Gyerekként délfelől a két hegy tőzeges, berkes, táglapájra vont őrálló sátorát hányszor kémleltem magam is, és mert onnét az indigó gúlák fölött a távol igézeteként a badacsony trapéza lebegett, hittem, hogy ennél szebb arányt, a biztonság rendjébe iktató méltóbb jelet a föld ábrái közt, akárhol járnék, nem lele. S mert nem csak az az otthon, honnét elindulunk, otthon az is, amit a képzelet ábránja egyszer megtalál. Jó volt utólag tudni, hogy midőn már körben minden elesett, Mohács után, még fél századon át, az egész déli hódolt régióban egy szál magadacolt itt, a valahai vár. Csak én magam vagyok köztük, mint ördög a zsombokon, írta vitézlő Magyar Bálint, talán, hogy máig mementónk legyen. Holta után, amint a koppányi dzsandzsák összeírása jelenti Isztambulnak, volt egy mezőváros, Fonyód, mostantól néptelen. És 300 év után hegyei oltalmából kilép egy már-már fedett, kicsiny halászfalu. Lent mólók ágai, vaspályákat feszítve, szerpentin utakat nyitva kibontja fenti lélegző gazdagságát, a tölgy, fenyő és cserfa koszorú. S a magas part fölött, ahol a kedv, a rang, a mód, az idill örömét először föltalálja, kitárul a közös kincs, az elkeríthetetlen, a természeti szép, szabad reszpublikája. Ki mindig ide vágytam, sorsonként köszönöm, hogy itt ölelt magához a hazahúzó szerelem. Emlékek gyöngye közt, erőlködő munkában, nyári, zavaros utcák tömkelegében, bárhová taszítson a közös magány, már nem lehetek idegen. Itthon vagyok szeretteim megválthatatlan fogjaként, és minden pillanat jogán, melyet a szó viasz celláiba zártam, s átköltöztetve a földbe, mindinkább ide kötnek türelmes csontjaikkal az ősök a várhegy oldalában. Város leszünk, legyünk emberhez méltó fészek, a természettől őrizni kapott értékek otthona, hogy ami eddig épült, értelmes rendbe fogva nőjön tovább, nem menekülő múzsák hangját kongassa vissza csak a helikorra szomjas iskola. S ha kell, végvár legyünk megint. Példával győzedelmes a mállasztó közöny új hódoltsága ellen. Mint két ikerhegyünk, mint a régi Újpecsét kettős vitorla szárnya a bárkán, találjon össze bennünk a tisztesség,
és a szellem. Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy Fonyód Város Önkormányzata nevében mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntsek városhálgatásunk 25. évfordulója alkalmából. Egy időutazásra hívom meg Önöket a fotók alapján a belső terembe, ahol a tegnap előtt, a tegnap és a ma képei láthatók. Az elmúlt 25 év épületei, a már elmúlt épületek, a már felújított épületek, és hát természetesen azok is, amelyekben sokan iskoláikat végeztek, vagy éppen dolgoztak, ezek eltűntek, átalakultak, és a 25 év alatt egy jelentős változáson ment keresztül a város. A valamikori kis halászfaluból, mint ahogy az előbb is hallottuk, a törökvédő várból, a fürdőkultúra kialakulásának egyik központjából 1989-ben várossá avatták Fonyódot. Voltunk járási székhely, aztán visszavették tőlünk, voltunk oktatási központ, aztán fejlődtünk, viszont nem értük el azt a méltó célt, amit szerettünk volna, de most hála Istennek újra lendületet kap városunk. A tavalyi évben ismét járási központ lettünk, a tankerület oktatási központja lettünk, és 2008 óta komoly fejlődésen megy keresztül a város. Nagyon sok kis település van, nem csak a környezetünkben, hanem máshol, aki megirigyli ezt a környezetet és ezt a kulturális és épületi változásokat. Én kívánom azt a jövőnek, kívánom azt önöknek, fiataloknak, hogy ugyanilyen fejlődésen menjen keresztül településünk, és az a kis falu, ami majd egyszer talán még nagyobb város lesz, az ne felejtse el a gyökereit. Emlékezzünk vissza azokra az ősökre, akik megteremtették ezt a lehetőséget, és emlékezzünk vissza azokra az épületekre, amik ott a képeken láthatók, és emlékezzünk vissza azokra, akik már nincsenek közöttünk. Hídvégi József polgármester úr köszöntője után a jelenlévők az emlékek felidézése mellett megtekintették mindkét tárlatot. Ugye az ünnepség sorozatnak ez a nyitó rendezvénye, ami a 25 éve város Fonyód címet viseli, és ez a fotókiállítás, amely részleteiben már néhány évvel ezelőtt is látható volt, de most annyira aktuális, hogy időszerű volt újra elővenni ezeket a fotókat, hiszen itt egy olyan kiállítást láthatunk, ami bemutatja a régi Fonyódot, a közelmúlt Fonyódját, illetve a mai Fonyódot. Tehát a Fonyódi Múzeum és Helytörténeti Egyesület hatalmas munkával gyűjtötte össze ezeket a fotókat, és egy csodaszép kiállítást állított össze, hiszen a tablókon együtt láthatjuk az adott területnek a fotóit a múltban, illetve a jelenben. Tehát ez egy, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy aki ezt a kiállítást megnézi, egy időutazáson vesz részt, hiszen Fonyód jellegzetes épületeit, helyeit, tereit, közterületeit láthatjuk ezeken a fotókon. 100 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, illetve tegnap előtt. Tehát ezek a mai fotók, ezek ennyire frissek, és például, ha csak egy néhány témát kiragadunk, például rendelőintézet, látjuk, hogy hogyan nézett ki a rendelőintézet akkor, amikor még egy ma már 30 éves autó állt a bejárat előtt, és egyemeletes volt az épület, illetve láthatjuk, hogy a sok-sok eredményes pályázatból, a támogatásokból mivé lett ez az épület, ez az intézmény, és még sorolhatnánk tovább így a jellegzetes fonyódi területeket. Itt ismét csak a Fonyódi Múzeumi Helytörténeti Egyesület tagságát kell említenem, hiszen ez igazándiból az ő munkájuk, az ő aktivitásuknak köszönhető az,
hogy ezek a fotók összegyűltek, a mai fotók, illetve a korabeli fotók is. Tehát egyrészt a nagyon régi fotókat ugye hát sikerült ilyen-olyan gyűjteményekből beszerezni, fonyódi magánszemélyeknek az adományaiból, a néhány évtizeddel ezelőtti fotókat pedig szintén a fonyódiak adták össze a kis gyűjteményükből, a kis magán albumból szedték elő például a különféle épületeket, tereket bemutató fotókat. Tehát itt is megfigyelhető az, hogyha egy közösség összefog, akkor tulajdonképpen szinte csodákra képes, mert ezt a kiállítást is nevezhetjük egy kis fonyódi csodának, mert szerintem annyira szép és annyira tanulságos is jó ezeket a fényképeket nézni. A kiállítások március 25-ig lesznek megtekinthetőek a Fonyódi Múzeumban. Fonyódi önkéntes tűzoltó zenekar térzenéje vezette fel az idei március 15-i ünnepséget a Mátyás Király Gimnáziumban. A 2014-es ünnepség annyiban tér el a korábbiaktól, hogy ez alkalommal Fonyód várossáavatásának 25. évfordulóját is ünnepeltük. Hidvégi József polgármester ünnepi beszédében párhuzamot vont a 48-as szabadságharc eszmeisége és Fonyód várossáavatása közt. Március 15-e jelképként vált. Nemzetünk szabadság szeretetét, szabadság iránti vágyát fejezi ki. Haza, haladás és szabadság. Erre épült a reformkor. A márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba. Ez a nap erőt adott, és 166 éve minden tavasszal előtt ad ahhoz, hogy higgyünk magunkban, és legyünk büszkék magyarságunkra. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim! 1989 tavaszán, 25 évvel ezelőtt, ezzel a hittel egy új korszak kezdődött az ország életében és városunk életében is. Egy új korszak, mint ahogy 1848 tavaszán. Mindenki bizalommal, hittel, reménnyel tekintett a jövőbe. 25 esztendővel ezelőtt Fonyód nagyközség ezen a napon emelkedett városi rangra. Településünket számos jelzővel illették, azt megelőzően. Volt halászfalu, kis és nagyközség, járási székhely, de azon a napon megkapta a városállatásról tanúskodó oklevelet. A városi cím elnyerése szempontjából fontosak voltak a település adottságai, a múltja, a térségben betöltött szerepe, de különösen az itt élő emberek tenni akarása a közösség részvétele Fonyód formálásában. A városi kitüntetések átadása előtt dr. Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, olimpiai, világ és Európa bajnok birkózó, a szövetség nevében Fonyódvárosnak a Birkózás Városa kitüntető címet adományozta. És ezt az alkalmat ragadja meg a Magyar Birkózó Szövetség, hogy a városnak a birkózásért kifejtett segítsége, támogatása miatt a polgármesternek, a testületnek valósan átadjam a Birkóza városi diplomát, ezen túlmenőleg pedig nagy örömet fejezem ki, hogy egy nagyon névos Birkóza szakosztály működik. Magyaros István, aténi olimpiai bajnok
edzősége mellett Balogh Vilmos sportigazgató és barátom Toma Mihály, aki egyébként fiatal éveit ebben a városban édesapjával és Feri testvérével élte. Tehát örömmel jöttünk ide ebbe a városba, annál is inkább, hiszen már nem csak utánpótlásban vannak jó eredmények, hanem a legutóbbi felnőtt versenyeken is nagyon komoly szánybontogatásokat tett az itteni jól működő birkózó szakosztály. A városi kitüntetések átadása a 3 évvel ezelőtt március 15-én alakult Fonyódi Császár-Huszár gyermekcsapat dísorfala előtt zajlott. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy posztumusz Fonyód polgáraiért díjat adományoz Szerdahelyi Imre és Kelemen István gimnáziumi tanároknak. Mindketten nagymértékben járultak hozzá a város és vonzáskörzete a fonyódi járás kulturális, oktatási és anyagi életének megszervezéséhez és fellendítéséhez. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Fonyód polgáraiért díjat adományoz Mezei Istvánnak. Legfontosabb írásai közé tartozik az az 50 portré, amelyet fonyódi emberekről írt. Versei, novellái ma leginkább egy internetes közösségi oldalon jelennek meg. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Fonyód polgáraiért díjat adományoz a Fonyódi Ásványvíz Kft. Kollektívája részére. Az idén 50 éves fonyódi márka fél évszázada öregbíti Fonyód város hírnevét, helyi értéket teremt, innovatív márkaépítésével felkelti a fiatalok érdeklődését, megélhetést biztosít a város lakosságának. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy Fonyód polgáraiért díjat adományoz Varga István könyvtárosnak. Fonyód 25 évvel ezelőtt, 1989. március 1-én kapta meg a városi rangot. Akkoriban a március 15-i ünnepségen került átadásra az oklevél. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete Fonyód város fejlődése és gyarapodása érdekében az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként megbecsülése és tisztelete jeléül kitüntetésben részesítette Bántó Zsuzsannát, a Mátyás Király Gimnázium igazgatóját. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete Fonyód város fejlődése és gyarapodása érdekében az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszönetként megbecsülése és tisztelete jeléül kitüntetésben részesíti Csutorás Lászlót, a Fonyód városvédő és szépítő egyesület örökös elnökét. Csutorás László otthonában vette át az elismerést polgármester úrtól. Fonyód város önkormányzatának képviselőtestülete Fonyód város fejlődése és gyarapodása érdekében az elmúlt 25 évben kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszönetként megbecsülése és tisztelete jeléül kitüntetésben részesítette dr. Metz Józsefet, az egészségügyi nonprofit Kft. Igazgatóját. A gimnáziumi programot a Palonnai Magyar Bálint Általános Iskola diákjainak lélekemerő műsora zárta. Városunk 25. születésnapján a dísztéren egy óriási torta várt mindenkit. A város születésnapi tortáját Hidvégi József polgármester és Moring József Attila országgyűlési képviselő jelölt vágta fel. A pénteki ünnepség után szombaton otthonában fogadta az önkormányzat delegációját Csutorás László. 1988-tól 2005-ig a Podmanicki díjas Fonyód városvédő és szépítő egyesület elnöke volt. 1990-től 1994-ig Fonyód város alpolgármestere. Fonyódért végzett önzetlen munkájáért a városi elismerést 1994-ben kapta meg, 1999-ben Somogy polgáraiért díjjal tüntették ki. A dísztérnek a tornya az ugyanezt a stílust kapja meg, már kész van a teteje, és oda fog kerülni a harangjától. Ja, te már elárultam. Igen, én már elárultam. Úgyhogy gyakorlatilag ez a stílus, és ennek a tovább öröklése
az a dísztéren lesz megcsinálva. Nagyon örülök neki, mert nagyon el voltam keseredő, az nem vita. Felvetéseivel, ötleteivel mindig Fonyód fejlődését és szépítését célozta meg. Idén 10. alkalommal került megrendezésre Fonyódon a Balatoni Kollégiumi Találkozó. A rendezvény célja az ismerkedés, tapasztalatcsere, a kollégiumi élet és a hagyományok megismerése volt. A kétnapos rendezvény szereplési lehetőséget és jó hangulatú közösségi programokat kínált a fiataloknak. A találkozónak a Fonyódi Balaton Kollégium adott otthont. Idén 5 kollégium képviseltette magát. Nagy hagyománya van egyébként a kollégiumi találkozóknak. Itt elmondhatom a boglári vagy nagyatádi találkozót, ahol sport vagy, például a nagyatádon a versmondás, ami a jellemző. Itt a Fonyódi kollégiumban úgy alakult ki, hogy ez egy ilyen kulturális találkozó lesz. De jó lenne, de nem lehet, farkasok közt nem élhet meg, aki bárány, aki boldog, megrohanja azt a falkat. Megrohanják, letepedik, mert a jót itt nem szereti. A zenés produkciók mellett tánccal és versmondással is feléptek a kollégisták. Hisztérikus valóság. Nem marad semmi, napot felhőt akar. Üresek a nyarak, üresek a falak, üresek a szavak. De kicsordul könnyen, és csak nézem azt a rengeteg könyvet, azok írták, kiknek szárnyuk nőtt, vagy pont, hogy letört. Köztes lét nincs, csak szótlan bambulás és érdektelenség. Éretlen csemeték, meglátják, mi a jó, a követendő példa. Szveg jó. Szörnyetegek, ki könyvfejed bulvárt lapoz, na meg napoz, sütteti a senkét, hiszen az lesz ember, ki a neten szép. Csak hogy ezek téveszmék. Az idei találkozón azonban a színdaraboké volt a főszerep. Hát a lopót ömöd. Talán a Tilda is ráléphett a ló. Honnan tudja? Kerestük, de nem talál. Jó, hát itt van. Ez a Jóskáj. A felét a Jóskája, mi? De hát az előbb itt el. Ez másik. Másik. Másik, nekünk kettő van. Úgy látom, van több is. Na de mama! Eddig várjak még. Eddig várjak még az esőre. Van esetre, meg is vetköztem. Nekem ez most már sok. Mondják, nekem is. Ezt meg kell emészteni. Mi van ki? Azt hiszem botrány, de még mekkora. Mari, mi ez? Ez külök szőt alakul, nem az. Az? Az. Tudod, mit mondok erre? Mit mondasz? Semmi. Nagyrészt népi komédiák kerültek előadásra, nagyon szép produkciókat adtak elő a Tabi diákok, a Fonyódi Kollégium színjátszóköre és a Fonyódi Kollégiumból és a többi kollégiumból is sok vers, illetve énekes produkció is szerepelt a délelőtti programban. Lőrince Julianna segített nekünk a szöveget megtanulni, meg ugye az egészet így összerakni. Hát ez egy régi népi komédia, hát eléggé érdekes, vicces, pajzál jelenetekkel, tehát így próbáltuk megfogni kicsit a fiatalságot. Honnan jött az ötlet, hogy éppen egy ilyen témával rukkoljatok elő? Hát igazából így próbáljuk belevinni a régi dolgokat így a mostaniba, tehát hogy így vegyítsük a dolgot és érdekes legyen. Már egy hónappal ezelőtt elkezdtünk próbálni, akkor még csak papírról, tehát így olvasgattuk meg minden. Vannak benne ilyen spontán dolgok is, tehát hogy így a darab előadása közben is, hogyha valaki így elfelejti, akkor nem baj, mert rögtönzünk meg minden. Tehát így egymást meg kell szokni, és elég jó hangulatban teltek el a próbák, tehát ez tényleg nagyon jó. Én voltam a Zsuzsi a szolgálónány, és az én vőlegényem volt Tibi, és én Tibit a Pistával csaltam, a Marinak a férjével. És
És igen, és a Mari, az maga Pistát csalta, a Jóskával és a Sanyival. Ez a téma, ezt a Julcsi néni találta, és ugye megnézte, hogy a szerepek kikre illenek, és őket kereste meg, és ők el is vállalták. Szerintem ennek a két napnak az a lényege, hogy a kollégisták ismerjék meg egymást, tehát tudják, hogy most ebből a megyéből, abból a megyéből ki hogyan, mert azért lehet látni, hogy más szokások, meg más viselkedés, meg minden, és hát ez eléggé fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy ki hogyan, mire, hogy reagál, és hát a darabokkal, meg az előadásokkal kapcsolatban pedig lehet, hogy nem mindenki úgy készült fel rá, hogy úristen, ez most egy nagyon hatalmas dolog, és nagyon oda kell tenni magunkat, de szerintem mindenki jól érezte magát. Azt, hogy nagyon-nagyon vicces, és egyszerűen nagyon jó azt látni, amikor fönn vagyunk a színpadon, és tényleg nevetnek a poénon. Bogolják! Nem mondja ki! Úgy sem hiszem elég az elejeti. Pedig te! Na jó, az imént azt mondta. Na jó, már egy postán csomagba küldi a kakaós tekercset. És a postás bácsi nap mint nap találkozik önnel. Hogy lehet az, hogy a postás bácsi nem küldött eszét a világnak a létezését? Hát ez azért van, mert a Besenyő Pista bácsi mindig küld a postás bácsinak egy levelet, de megírja neki, hogy ne szóljon senkinek, és akkor a postás bácsi kúszik. Nézd a bogolyán, engem nem tud meggyűzni, maga lenne a Yeti. Ja? Most jutott eszembe. Besenyő Pista bácsi magának is küldött egy levelet. Tessék, megolvasd. Nézd engem, nem érdekel semmilyen. Itt van velünk az, idáig csak a legendákból ismerhettem, akit soha senki sem látott, aki hatalmat le van hajolva, aki félelmetes, aki titokzatos. Hölgyeim, sőim, a Yeti! Jellemtelen, Kanni! Ebben a kollégiumban most három színdarabbal érkeztünk, abból kettőben ugye én is benne vagyok, a Boborján, a Yeti cíművel, a Tüzes Vassal, meg a Lopják a Kakas című ilyen vásári komédiák voltak. Ha megcsaltalak, jobb kezemet égesse meg, mutattál hűtlenségem. Bizonyság kell a nőm nagyobb arról, hogy ártatlan vagyok. Hogy nem voltam hűtlen soha. Komárba azt, hogy Tüzes Vassal sem égette meg a kezem. Hát az ötlet az végül is így spontán jött, ugye a kollégisták így elgondolták, hogy hát ez tök jó ez a darab, akkor ezt így adjuk elő. És akkor végül is utána néztünk a neten, ugye a szöveget azt én kiírtam, és akkor megmutattam a Berecz József tanár úrnak, aki segített nekünk betanulni az egészet, és ő is azt mondta, hogy igen, gyerekek, ez nagyon jó, és ezzel csinálhatunk valamit. És van egy ilyen állandó ilyen színészünk, aki ilyen színdarabokat ír, azokat szoktuk előadni. Hát a humor nálunk az nagyon fontos, mi humor nélkül nem is játszunk. Ez jót tesz a csapatnak is, összekovácsol minket, ugye, meg valahogy jobban érzi magát az ember, hogyha egy humoros dolgot ad elő, mint hogyha egy Titanicot játszanánk el, azért szerintem. Hogyan fogadta a nézőközönség a műsorotokat? Hát egészen jól fogadta szerintem a Bobor Jánosat. Érzésem szerint a második felvonásunk az bár nem volt olyan jó, mint az első, de megpróbáltunk abba is mindent beleadni. A Bobor János az azért ment ugye nagyon jól, mert kollégámmal egészen sokat gyakoroltuk ezt az egészet több hónapon keresztül. Hát számunkra persze az a tanulság, hogy mindent jobban kell csinálni, mert ugye egy előadás nem előadás, szóval többet is kell csinálni, és hát egyre jobbat akar az ember. Hát, hogy a közönség felé mi a tanulság, érdemes megmutatni magunkat, nem szabad befordulni, ezt azért kell csinálni, hogy az emberiség így megismerjen, és valamilyen szinten ez nekünk jó. Szóval, hogyha más nem ért, akkor magunkért csináljuk, mert ez nagyon jó érzés, amikor meghajolunk, és akkor jön a taps. Meg miután így vége van az előadásnak, mondják, hogy igen, ez az ember az ott volt, és tetszett. Hát Janival jóba vagyok, viccesnek találtam, meg hát tavaly is jöttem, akkor is élveztem, meg jó fellépni szerintem. A közönség hogyan fogadta az előadást? Szerintem egész jól, mert sokan nevettek, remélem jó volt.
A színpadi előadások mellett két kiállítást is szerveztek a diákok. Hoztunk fényképeket, ezeket kollégisták készítették, Fraller Bettina, és még sorolhatnám. Én saját magam Szaka Rezső vagyok, rajzokat hoztam, készítettem, többnyire otthon. Van a kollégiumunkban rajzszakkör, ahol szoktunk rajzolgatni. Hoztunk gombképeket, ezek is szakkörökön készültek, némelyik otthon, de legtöbbje szakkörökön a kollégiumban. Hát szerintem ez egy jó dolog, hogy így a kollégisták összejönnek, megismerik egymást, másik kollégiumokban azért mások a szokások, és így jó, hogy találkozunk másokkal. Nagyon tetszik, hogy tényleg sok helyről jöttünk, és jó beszélgetni más kollégistákkal is, hogy ők hogy élik ezt meg, mert nekem ez a kollégium ez egy hatalmas élmény. A fotókat én szedtem össze, és én válogattam össze, csináltam is egy PPT-t, ami majd délután látható lesz. Plusz még készültem estére egy kis táncbemutatóval. Hát mi nem színdarabot adtunk elő, hanem inkább rámentünk az ilyen művészeti dolgokra. Mert minthogy ez is művészeti, csak inkább ilyen versek és énekek. Mivel szerintem nálunk a kollégiumban nagyon fontos ez az énekészenélés dolog, tehát az nálunk így, amikor kijön a jó idő, mindennapos, hogy lemegyünk és Balatonpart, és zenélünk, és beszélgetünk, és azt szerintem tök jól összekovácsolja a társaságot. A másik pedig a versek. Hát ugye nálunk szerintem elég sok művész lélek van a kollégiumban, ha mondhatom ezt, csak kevesen merik ezt fölvállalni és színpadra vinni a műveiket. Tehát ha többen buzdítanak egy embert, akkor sokkal bátrabb lesz, és igazából rossz vége nem lehet, mert saját magának is eleget tesz, és így másoknak is megmutathatja azt, hogy ő mivel tölti a szabad idejét, vagy mi értékes neki. Szerintem úgy jött ide mindenki, hogy ezt élvezni fogja, és jó hangulat, és csináljuk, és tök jó lesz az egész, és így szerintem mindenkinek tetszett minden. Meg úgy várjuk a délutánt is, hogy mi lesz, meg hogy lesz, és ez így tök jó. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok szép munka jött össze, és nagyon hasznos munkát mutattak be a környező kollégiumok, akik részt vettek a találkozón. Holnapi napon sportprogramok, illetve diákönkormányzati fórumok lesznek, tehát tapasztalatokat gyűjtenek, tanulnak egymástól, ettől lesznek gazdagabbak. Mi az etilal? A közelmúltban ünnepélyes keretek között szalagátvágással avatták fel a megújult Buzsáki tájházat. Az új Széchenyi terv keretében kiírt és elnyert pályázat több lépésből tevődött össze, és közel 88 millió forint uniós támogatást jelentett a településnek. Buzsák polgármestere a fejlesztéstől a környező települések fellendülését is várja. Bízunk ebbe, hogy ezek a helyiségek tovább, hogy összekötve örök a Somogyváról, még jobban ki lesznek használva, még jobban összeköt bennünket a Balatonpart, Fonyód és a belső somogyi települések. Így közel kerül hozzánk sok minden. Itt a tájháznál felújítottuk a tájházkerítését, a tájházszínpadot, és a tájháznál egy régi mezőgazdasági eszközöket bemutató múzeumot létesítettünk. Ez volt az egyik lépése, a másik pedig van egy mindegyvédelmi fehérkápolnánk, ott két diszkaput és egy szociális helyiséget alakítottunk ki. Egy következő lépésként pedig egy autóbuszt szereztünk be, aminek a támogatás egy részét erre is ráment. Ezzel szállítjuk a vendégeinket a faluközpontból a külső külterületen lévő műemlékvédelmi fehérkápolnához. Mint láthatták önök is, itt volt a kivitelezői, azok, akik részt vettek ebben, fővállalkozótól, tervezőtől mindenki. Mi nagyon köszönjük nekik, mert nagyon tisztességes munkát végeztek. Nagyon szép volt a tervezés, úgy gondoljuk. Nagyon szép volt a kivitelezés, sőt, nagyon minőségben. Még azt is elmondhattam, hogy azok az emberek, akik örökös kritikusok, ők is megelégedve nézték azt, hogy milyen anyagminőséggel, milyen színvonalon készültek ezek el. Buzsákon ebben az évben nagyon sok pályázat történt, nagyon sok pályázati átadásunk volt. Ezt köszönjük annak, hogy volt lehetőségünk arra, hogy pályázhatunk, köszönjük az országgyűlési képviselőnek, köszönjük azoknak, akik a megyéért sokat tettek, mint a megyei közgyűlés elnöke, társadalmi és a polgármesterei. Van egy Buzsák egy Somogyi alapítványunk,
ami nagyon sokat dolgozó térségben, ő megépített 2 vonatú buszmegállót, és itt mögöttünk láthatta egy gyönyörű szép kis vahidat, őt is pályázat útja nyerte a Lidertől. És hát nem is tudom, még van csiszta pusztán a kapustipkát, hogy ott nagy beruházásokat adtunk át ebben az évben. Egy új fedett merencét 500 négyzetméteren, és egy régi nagy merencének hívtuk mi. Ez a merence kapott el lábakon álló tetőt, alul nyitott maradt fel, egy gyönyörű szép tető. Azt el kell mondanom, hogy ezzel a tetővel benevezték az országos versenyre. Nekünk ez nagyon nagy öröm, hogy Buzsákon ilyen is épült, hogy Budapesten majd a Konstrumán ez bemutatásra kerül, és bízunk abban, hogy kap valamilyen díjat a kivitelező, már egyébként kapott érte egyet. Más pályázatokon nyert támogatásokból is gazdálkodhat a község. A környék vonzerejét növeli a csisztai termálfürdő felújítása, ami a szezon meghosszabbítását is lehetővé teszi. Úgy gondoljuk, hogy Buzsák a hagyományai és idegenforgalomból szeretne megélni, és ebből tud fejlődni. Ugye az előbb említettem, csiszta fürdőn történt beruházás, ami számunkra nagyon nagyot jelentett, és én úgy gondolom, hogy a Fonyóddal a jó kapcsolat is ezt lehetővé tette, és a közeljövőben nagyon sokat alapoztunk Fonyódra, a Balaton déli partjára, hiszen számunkra Fonyódra, a Balaton déli partjára szinte a középső területén fekszik el, vagy majdnem a középső területén. Ez ebben a térségben nagyon befolyásolja a csiszta fürdő létesítmények. Fonyódnak is mellette Balaton, úgy mondtam, déli partjának a idegenforgalmi szezonját. Idegenforgalmi szezonat értem azt, hogy termálfürdő, ahogy már több helyen említettem, meg tudja hosszabbítani egy idegenforgalmi szezont, és előbbre is tudja hozni. Ugye a melegvizes fürdőben nem kell várni arra, Balaton felmelegedjen. És nyilván, ha van egy rossz idő Balaton a nyáron, akkor is tudnak hova jönni vendégek. Ez a jó kapcsolat meg nyilvánul abban is, hogy Fonyód minket támogatott maximálisan, és amit el kell mondanom, nem csak árköltségekben, Hídvégi úrral közösen, vagy Fonyód városával közösen egy zuzalékos utat megépítettünk Fonyódi Csisztafürdő között. Igaz, hogy hagynémi kívánni volt még maga után, de úgy gondolom alapokat etettük. Erre már országgyűlési képviselőnk is azt mondta, hogy igen, erre már lehet majd egy aszfaltburkozót húzni. Ha ő nem tudja, akkor megpróbálja Fonyót, mint fő szerepet vállal, és nagyobb, mint Buzsák, ugye. Nyilván Buzsák is be fog segíteni, de akkor a lépést nem tudunk tartani Fonyóddal, és úgy gondolom, hogyha ez megépült, akkor összekötöttük a két települést, megalapoztuk egymás jövőjét, sőt, nem csak a két települést, hanem minden öreg, aki már Buzsák lezuzalékoltotta utat, Somogyvárig is majdnem kész, tehát azt mondom, egy komplet idegenforgalmi látványosságot tudunk nyújtani a Balatonparton látogatóknak és a Buzsákra látogatóknak egyaránt, ami szolgálja azt, hogy bemutassuk régi hagyományainkat, mai napig csinálják az falubeliek, minden szerepét megküzdenek, minden szerepet megtesznek azért, hogy a falujuk jövőjéért tegyenek azzal, hogy mi olyan volt a múltjuk, és igyekezzen bemutatni mindent. A jövőre nézve, amit pályáztunk, egy 30-ös diákszállót, ami jelen pillanatban bevonatban állunk pályázatra. Ezzel, hogy szeretnénk azt is, hogy volt nálunk diáktáboroztatás régebben is. Itt a faluházban különböző régi típusú vaságyakon feküdtek, matracokon, azért a mai kornak ez nem biztos, hogy megfelel. Ezt szeretnénk mindenképpen modernebbé tenni egy kicsikét, és önállósítani. Sikerült olyan lakást találni, a régi pedagógus lakást, ami itt van a faluközpontban. Igazából átnyúlik a futballpályára, a játszótérre, egy patakon kis átíval, egy kis hiddal, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy dolog lenne. A Fonyódi Diáksport Egyesület tagjai vasárnap Budapesten léptek pályára, ahol az országos U15-ös bajnokság harmadik fordulójában mérettettek meg, ezúttal unihokiban. Először tisztázzuk azt, hogy mi a különbség a floorball és az unihoki között. Hát az alapvető különbség az, hogy még a floorballban 2+1 játékos játszik, ugye a kapus és 2 játékos, és a pálya is kisebb jóval, és a kapu is. Az unihokiban viszont nagyobb pálya, nagyobb kapu és 3+1 játékos van jelen. Az első mérkőzésen komoly hátrányba kerültetek, aztán sikerült fordítani. Hogy értékeled a mérkőzést? Hát az első meccsünk ugye a Phoenix-el zajlott le. Az első félidő 4-1-re zárult, aztán a végére sikerült 6-5-re lezárni ezt a meccset, és ugye mi nagyon örültünk ennek, hogy miért meg tudtuk csinálni. Igazából
két játékosunk ugye nem tudott részt venni ezen a versenyen, így ugye nem gondoltuk volna, hogy ez sikerülni fog, de sikerült. Mit gondolsz, mi kellett ahhoz, mi változott a második félidőben, hogy fordítani tudtatok, miben lettetek jobbak? Hát ugye kell ez az egész egy kitartó erő, így sikerült megfordítani a meccset. Szerintem annak köszönhetően, hogy meg lett ugye beszélve a taktika, meg lett mindenkire, hogy mit csináljon. Ez a győzelem miért volt igazán fontos számotokra? Mert ugye ők a legerősebb csapat, és így nagyon nagy öröm volt számunkra. A második mérkőzésen és az első mérkőzésen is eredményes voltál. A második mérkőzésen szinte a hátadon vitted a csapatot. Hogyan értékeled ezt a találkozót? Hát ugye elvileg ez lett volna a könnyebb meccs, de mi már erre ugye a Phoenix mérkőzés miatt ugye kifáradtunk sokkal jobban. Nagyon fáradtak voltunk, hát ugye az első fél időben 6-5-re vezettünk, ami sokkal nagyobb gólkülönbséget vártunk, de a második fél időre már odafigyeltünk, passzolgattunk, játszottunk, észre játszottunk, nem csak kapkodva, és így fel sikerült hozni 11 hétre az állást. Miért volt fontos számotokra ez a mai nap, és mit jelent ez a két győzelem? Hát ez a két győzelem, ez volt igazából a cél. Nagyon örülünk, hogy ezt meg tudtuk valósítani. Ugye, mint mondtuk, nagyon féltünk, mert nem volt cserénk, alig volt cserénk. Nagyon sokat kellett futnunk. Emberhiányban voltunk, még a többi csapat folyamatosan cserélt. Hát fontos volt, mert most az U15-ben eléggé a mezőny elején vagyunk, és nagyon szeretnénk megnyerni ezt a játékot, de a következő hónapokban is folyamatosan járunk majd meccsekre. Hogyan értékeled a mai szereplését a csapatnak? A mai nap nagyon nehéz mérkőzés volt. Nagyon örülök. Kettő mérkőzés volt, a lányok nagyon fáradt volt. Nagyon nehéz a mérkőzés, Fonyodon van tehetség, és mindig nézünk előre. És mindig akarom győzünk, és tovább megyünk. Hajrá, Fonyod! A lányok legközelebb április 13-án vasárnap Fonyodon az Ákányi Kálmán sportcsarnokban lépnek pályára.